A Simon Templar zenekar 2020-ban alakult ezekkel a zenészekkel. Zeneileg szerintem ez a zenekar pop rockot játszik, inkább talán a pop felé hajolva. Szövegileg meg vannak könnyed, lazán értelmezhető szövegeink, és vannak mély értelmű gondolatokat tartalmazó szövegek is. Attilával a Covid hozott össze bennünket, én világéletemben a zenéből éltem, tehát ugye a Covid, mint köztudott, ugye a zenészek életét egy kicsit megnehezítette, és mindig vágytam egy saját számos zenekarra, így keresgéltem interneten, és egy hirdetésben láttam meg, hogy az Attila énekesnőt keres a Simon Templar zenekarban, és hát én így jelentkeztem. Ennek a dalnak a címe az, hogy Slágergyár, amit most hallottatok. Ez úgy született meg, hogy én otthon ültem, egy szál gitárral megalkottam, fölvettem, ledemoztam, és akkor a srácoknak tovább szoktam küldeni, és mindenki otthon tovább fejlesztője a saját hangszerét. És így került bele például Tibi által egy olyan gitárszóló, amit én otthon megálmodni se tudtam volna, viszont ő megtette, és egy fantasztikus gitárszólóval kiegészült. És gyakorlatilag mindenki a saját hangszerén is, Afi is a szólamokat, Lacika a vokálokat szépen kitalálja, és akkor itt a próbaterembe összegyúrjuk, és akkor így megyünk tovább stúdióba. Én nagyon szeretem a fiúkat, én nagyon élvezem, nekem világéletemben ez volt a vágyam, hogy igazi élő zenekarban minél többen legyünk, minél igényesebben oldjuk meg a dolgokat, és én nagyon egy húron pendülünk a fiúkkal, összhangban van a zenekar. Az elmúlt időszakban kettő videoklip készült el, kettő új dalra. Az első a Nekem Budapest jár című. Végülis az volt, amit először így összeraktunk együtt, és született rá videoklip is. Egy fantasztikus helyszínen, egy tetőteraszon zenélünk, és végülis ez a videoklip bemutatja az egész zenekart. Ez volt a célja, hogy felismerhetők legyünk a közönség számára. Ez a klip egy jó hangulatú, vidám, felszabadult Budapest szeretetéről szól. A másik dalunk pedig a Titok, ami decemberben készült el, úgy videoklipileg, mint a stúdióban. Egy komolyabb dal, szövegvilágában mindenképpen, meg talán hangszerelésében egy kicsit rockosabb. A Kis Herceg című regényből ikletett. A zenekarnak az a rövid és hosszú távú terve, hogy minél több helyen meg tudjunk szólalni élőbe, koncertezni kisebb és nagyobb klubokba. Nagyon szeretjük a klub hangulatot, de nagyon szívesen megyünk fesztiválokra is. Hát minél több emberhez eljuttassuk ezeket a dalokat. Hosszú távon meg az, hogy folyamatosan készíteni az újabb és újabb dalokat.